lénye megtanít arra, hogy érdemes elpusztulni egy kis melegért, meg világosságért. Írni kell, forni, másokon átgázolni. Tudom, ez komisz beszéd, azt mondja a nagy tan, szeressétek egymást. De ezt írni, nagyon fiatalok vagytok ez a kis rongyos, pármillió éves életkoratokkal. Ezért volt ennek a gondolatnak csak aszkétái, vértanúi, meg hazugjai. Ne hazudjunk! A világ, a diadalmas világ, a kedves és okos komiszak. Nézzetek rám, enyém a világ. Amit én itt a fületekbe súgok, az mindenkinek a titkos vallása. Ez nem vízzel keresztel, hanem tűzzel, érted, fiam? Magatokat szeressétek. Járjatok puha bársonyba, ígyatok sok édes bort, és csókoljátok egymás száját. Részegedjetek meg! Részegedjetek meg! Én belemegyek abba, hogy nászútra menjek egy férfival, aki még akkor is egy másik nőre fog gondolni. És aki a legszebbet, amit férfi nőnek adhat, a fantáziáját ott hagyta egy másik asszonynál, amikor engem elvett maga, nem ismeri a szemtelen Elzát. Nem is tudtam, hogy ennyire izgatja ez a téma. De én rajtam ne nevessen senki, ne vigyék, hogy maguk hecceltek bele. Vegyék tudomásul, hogy én tudom, hogy hova megyek, hogy kinek a kedvéért megyek. Én mindent tudok, és mégis hozzá megyek. Mi? Mert szeretem azt az embert. Parancsoljon! A bőrtárcát mindig magammal viszem a nők közé megyek. De ez sírási neszeszer. Van benne minden, ami a női síráshoz szükséges, mindenek előtt zsebkendő. Szeretem! De ez az a híres szemtelenség? Nem. Amikor félre hívtam, még fiatal lány voltam, most már öreg asszony vagyok. Magával akartam elkezdeni a közvéleménycsinálást. És már itt megbuktam, mit csináljak. Szép kis asszony, bele kell menni a küzdelembe. Nyíltan kell, támadni kell. Szépnek kell lenni. Majd megpróbálom. Jó. Hát tisztázzuk kérem. Délután meg akart ölni. Mert én azt mondtam, hogy ön az enyém lesz. Én azt mondom erre, hogy egy szerelem. Nem, hogy ne. Nem úgy, hogy tisztelet? Tiszteletből mozsárányút szoktak elsütni a revolverek. Ön pedig az eszemben azt állítja, hogy a lány szereti. Igen. Hogy melyikünknek van igaza, mondja meg ő. Ő maga. De hogyan? Beszélünk vele, vagy? Nem. Ő fogja megmondani, melyik volt komoly. A délutáni merénylet, vagy ez a kivonulás. Jó, de akkor mit csinálunk? Akkor hallgatózunk? Nem. Minden nehéz csomó volt, ez is el kell vágni. Van erre egy módszer, már sokszor bevált. Igen. De ígérje meg, hogy nem kérdez részleteket. Nos? Ez egy kísérlet. Az én találmányom. A leghígabb limonádi oldalban is halálbiztosan kimutatja a férfit. Dolog meglepően egyszerű. Az imént láttam önt a lépcsőházban egy ilyen hosszú, uszályos belépőben. Menjen ki. Vegye magára, tűzze össze jó, hogy ne látszik ki más, csak a mesztelen nyaka és válla és a cipője orra. Ő minden kérdés és célzás nélkül el fogja árulni magát. Azt mondja, hogy mindent meg fog tudni, anélkül, hogy bármit tenne, mint hogy itt van. Furcsán kezdődik ez a kísérlet.